A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk. Március 16-áig valamennyi középfokú oktatási intézménynek közzé kellett tenni, nyilvánosságra kellett hozni a honlapon azt az ideiglenes felvételi jegyzéket, ahova az intézményekbe jelentkezett tanulók az egyes tanulmányi területeken az általuk megadott jeligével vagy az oktatási azonosítóval szerepelnek egy rangsorban. A mai napon, tehát március 21-én, illetve 22-én lehetőségben van a jelentkezőknek módosításra. Ez a módosítás, ez két területre terjed ki. Egyrészt az eredeti jelentkezési lapukon megadott tanulmányi területek közötti sorrendet tudják változtatni. A másik lehetőség pedig az, hogy abban a középfokú iskolában, ami az eredeti tanulói lapon megjelölésre került, ott tud nyilván a középiskolával előzetesen egyeztet, tehát egy előzetes egyeztetés után újabb tanulmányi területet megjelölni. Abban az esetben viszont, hogyha módosításra kerül a sor, két dolgot nem lehet a tanulóknak megtenni. Egyrészt a megjelölt iskolát, illetve a tanulmányi területet törölni, és újabb iskolát felvenni. Tehát amire igazából az elkövetkezendő két napban lehetősége van, a sorrenden módosítani, illetve a megjelölt középfokú iskolában újabb tanulmányi terület felvételére. De ez utóbbit ezt az iskolával egyeztetni kell. Egyébként nálunk pont ma reggel történt erre precedens. A kislány mindenképpen ide szeretne jönni az intézményünkbe, megjelölte a pénzügyi számvitelügyi intéző és a nyelvi előkészítő képzésünket, és ma kérte, hogy új tanulmányi területként a logisztikai technikus képzést jelöljük meg, illetve hagy vegye fel. A szülők szempontjából még két fontos dátumot kell, hogy megemlítsek. Az egyik az az április 22-e. Április 22-éig az oktatási hivatal a középfokú iskoláknak elküldi a felvételi eljárás végeredményét. Igazából ez egy egyeztetett felvételi jegyzék, amiben már ugye véglegesen szerepelnek a jelentkezők az egyes tanulmányi területekre vonatkozóan. Ezt az iskolák ugyanúgy közzé teszik, mi közzé szoktuk tenni a honlapon, de április 29-éig kapják meg a jelentkezők, kiskorú esetében a szülők is, illetve tanulói jogviszonyban álló diákok esetében az általános iskolák is azt az értesítést, ami vagy a felvételről, vagy pedig az elutasításról szól.